kezdetét vette az OTP Bank Liga utolsó harmadik köre, amikor a 9. MOL Fehérvár a 6. helyezett Pakshoz látogat. Most jöhet a szabadrugás, szépen be középre, ott a fejes és mellé megy, az első nagy lehetőség, ami kimarad. Windecker gyorsan kéri a labdaszedő sráctól a labdát, aztán végül mégsem ő dob. Osvát. Windecker. Jön a beívelés, és egy óriási lehetőség maradt ki. Kinyik. Ő is eladja. Szép emelés, nincsen les, van viszont fehérvári gól? Nincs. Les, mégiscsak van les. Hogy amit az emberi szem látott, az jól látta-e, de jól látta. És Simoné a labda. Szabó. Varga, Hán középen, Windecker a jobb összekötő helyén. Varga kapja végül, szép labdalevétel. Varga egy csellel, aztán még egyel, kiteszi Windeckernek a labdát. Windecker bal lábán, ott a fejes, ott a gól, Varga Barnabás. A kapustól Simon Barnabástól jött a labda Szabóhoz, ahogy aztán átjátszották a középpályát. Varga csinált egy-két cselt, kirakta Windeckernek, ez kulcsmomentum volt, hogy jobb lábról bal lábra tette át Windecker. És hajszálpontos volt a beadás. Na hát ez úgy volt szép, ahogy. Az első perctől az utolsóig. Tőle kapja Pap. Pontatlan az indítás, de a levágódó labda megint Bőléjé. És Varga Barnabás előtt ott az újabb lehetőség. Varga! Beleblokkoltak a lövésébe. Heister ért vele vissza. Uri labdát szerez, és Schön van elől, kap egy labdát, Schön kijön fölöslegesen a kapujából a paksi kapus, és gólt kaptak. Lesről szó nincsen, és teljesen indokolatlan, hogy kijött a kapujából Simon Barnabás, hiszen nem kevesebb, mint két védő volt ott, azon az oldalon, ahol Schön megkapta a labdát. És a fehérváriak pedig majd jöhetnek a szabadrúgással. Schön. Egyébként tényleg Schön remekül használta ki azt a lehetőséget, hogy a kapus rosszul jött ki a kapujából, ezt pedig Kodró fejelte mellé. Bőle beadása pontatlan. Windeckeré a kipattanó. Átemeli. Ott van még a lehetőség. Hán oda megy, elesik a 16-oson belül, Hán lemarad a földön. Alef lába pedig érkezett, és egészen biztosan eltalálta. Mert magától így nem áll meg egy lendülő láva levegőben. Na, megnézte Berke, videóbíró, büntető. Meg lesz a 17. szezonbeli gólja Varga Barnabásnak. Ez itt a kérdés, hamarosan választ kapunk rá. Jöhet a büntető, Varga belövi. Jön megint a letámadás, Szabó előzi meg az emberét, Windecker csúsztat bele, és Szabó lendületből a 16-oson belül visszateszi, ott a lövés, Windecker. A beadás viszont pontatlan. Ez így még veszélyes lehet, Kodró kapott egy labdás szöglet. Jön Balogh szabadrúgása, pont középre, és sikerült belefejelni, de gól nincsen. Böde. Nézzük azonban Castratit. 87. perc, Castrati elindul vele befelé. Betolja a labdát, Dárdai lövi, és egy óriási védés Simon Barnabástól. Jó kis izgalmas lett itt ennek az utolsó 10-15 perce, mármint ennek a meccsnek. Ott a fejes, és lehúzza Simon Barnabást.